hallásátok, a feleim éppen mesztegén vagyok. C50-es dízel mozdulnak nyitott kocsival, most ez jutott, valószínűleg ez fog 14 órakor elindulni befelé a Messzenyő Kisvas úton, és ezt fogjuk bejárni. De bent egyébként a motorszínben látszik még egy C50-es. Akkor szerintem lessünk be itt a járműtelepre. Hát mint látjátok, hogy itt van a kapu, én pedig még itt vagyok előtte. És látjátok, hogy van benne még egy cél. De egyébként több mint valószínű, hogy ezt fogják ide küldeni. És ott van még egy régi telkocsi, és azt valószínűleg már nem használják. Úgy tudom, hogy Messzenyő Kisvasúton telszállítás már nincsen, de hát ha tévedek, akkor majd javítsatok ki. Tehát itt van maga az állomás, most éppen Somogycó felé nézünk, egyébként maga a vasútállomás a 37-es vasútvonal mentén van. Személyforgalom már 2009. decemberre óta nincs a vonalon, viszont 2018 tavaszán volt egy külön vonat, ami végigment a vonalon, és most meg megint október 20-án volt még egy, amivel szinte eljöttem eddig, ami szintén végigment rajta. Ez itt maga az állomás épület. Azt látjátok, hogy maga az állomás az három vágányú. Ott a Balatonszentgyörgy felül részen egy útátjáróban végződik. Az a sárga épület a háttérben pedig egy régi járólaktárnak az épülete. Azt is lehet, hogy majd később ebben megnézzük, egyébként most nézem szintén a környékem. Ez itt a Somogyca felüli kijárat. Forgalmi szolgálat, mert semmilyen már nincsen. Ilyen teherforgalom még errefele van. Ez van az egyik melléképület. Ez volt régen a WC-nek az épülete. Tehát az egy külön a férfi és a női, ez potyantós rendszerű WC volt. Ha minden igaz, de ezt mindjárt megnézzük. Gyertek, nem mondom, gyere, belesünk ide. Mi volt itt, de igen, tehát itt valószínűleg, hát igen, ez a Newton rendszerű vizes blokk. Külön a férfi, külön a női. De ez már a múlt élet, mert az állomáson volt rendes angol WC. Ez pedig itt az állóraktár, plusz az élő állatrakodó. Tehát itt van, na, ezt mindjárt megnézzük. Ez volt az állóraktárnak az épülete. Valószínűleg be van már zárva. Hát igen, hát minden esetre bemenni azt nem tudunk. És igen, ott a fontos figyelmeztetés, hogy a dohányzás az tilos. Ja, egyébként itt a háttérben a Messzenyői Kisvasút van, ahol régen még valószínűleg itt volt egy külön átrakó errefele, ahol a kisvasútról felhozott fát, azt a nagyvasút át lehetett pakolni, de ezt már régen megszüntették. A kisvasút az már teherszállításra nem foglalkozik, hiszen a turisztikai jelentősége van, személyszállításra üzemel. Ez pedig maga az állomás épület. Tehát kicsit jobban megnézzük, ez volt a felvételi épület. Hát valószínűleg ez a lakattal lezárt rész volt a forgalmi iroda, amit már régen nem használnak, körülbelül mióta a vonal bezárt. Ez pedig a váróterem volt, és erre is lakat került. És akkor lássátok fel, itt van az állomás épület az utcafrontról. Valószínűleg egyébként ez a része szolgálati lakás volt már korábban is, a bedeszkázott ablak pedig lehetett a forgalmi iroda. Ez pedig a bejárat a melléképülethez. És itt lássátok, és itt nézzétek, itt van az elektromos hálózat bekötése, ahol még a falba is látszik, hogy itt húzták be a villanyóráig a utcát, és ráadásul itt ez aktív lehet, mert a digitális villanyórát is rátették. Ha nem lett volna aktív villanyfogyasztás, akkor ez biztos, hogy nem cserélték valaki digitálisra. És ráadásul nem is egy, hanem rögtön két villanyórát kitettek. Ez az éjszakai, hát vagy éjszakai állónak hívják, de igazából ez a, ha jól emlékszem, akkor, de most lehet hülyeséget, de ezt a vezérelt áramnak hívják, akkor kapcsolják be, amikor a hálózat terhelése kisebb, többletáramot adják el olcsóbban. Tárolós eszközöket szoktak rákötni, mint a villanyboiler, vagy hőtáró csempekályha, vagy hasonló eszközöket, és ezt arra lehet felhasználni. És
hát nézzét, hát lássátok fel, én szerintem ide nem lehet menni, mert ez a szolgálati lakások a bejárata. Megnézzük, de szerintem zárva van. Úgyis hát másra gondoltunk volna. És arra fele ment el a vonat Balaton-Szentgyörgy fel. Ezzel a kis lövés nyitta, akkor zárnám is ezt a lövés vlogot. Akkor csak hogy mutassam, hogy én is itt vagyok. Háttérben benne a Messzegyői állomással. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Hát ha tetszett, akkor lehet lájkolni, ha tetszett, lehet diszlájkolni. Hát a többit azt már, de azt már szerintem elmondtam, szóval köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!